Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás április 6-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a jóslásnál. Ő most úgy érzi, hogy minden a feje tetejére állt. Sőt, néha az az érzése, hogy elveszíti a talajt a lába alól. Bizonytalan, keres egy kiútat. De itt van egy megoldás. Ezt a kártyát meg kell fordítani, ami arra utal, valamit másképp kellene megnéznie. És én megmutatom, hogy hogy áll ez a kép megfordítva. Most így másképp lehet látni a dolgokat. Ez egy elegáns mozgás, megvan ez a könnyűség, és a lába megérinti a talajt. Ez számára nagyon fontos lenne, hogy a gondolatait rendezze, hogy olyan gondolatoktól elbúcsúzzon, mint például ezt én úgy sem tudom megoldani, vagy nekem soha nincs szerencsém, mindenki elvesz tőlem mindent. Ezeket a negatív gondolatokat kellene lezárnia, és bizonyos dolgokat másképp nézni. És mi is megnézzünk most valamit, mégpedig a második képet, ami az ő érzelmeire utal. Ennél a kártyánál láthatjuk a kejhet, és az érzelmekre utal. Ő nyitott lesz érzelmekről beszélni, kimutatja az érzelmeit, de ennek a fiatal fiúnak is van egy jelentése, ő még olyan bizonytalan. Először meg kell, hogy ismerje itt a víz elemét, ami érzelmekre utal. Amit még ez a kártya jelent, ez az idő, hogy hamarosan nyitott lesz érzelmekről beszélni. És mit közöl veled, ezt mutatja a következő kártya. Ezen a képen láthatjuk a mágikust, ami utal egy varázslatos vonzó erőre kettőtök között. Amennyiben az utóbbi időben visszahúzódott, ez a kártya arra utal, hogy visszatér hozzád. És most megtekintjük a napi kártyát. Ez a kártya szerencsét hoz. Szerencsét a szerelmi élet területén, de a munkánál is, azon kívül lehet egy nyeremény. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, természetesen álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. Amire még felhívnám a figyelmeteket, még mindig nyílnak az égi kapuk a plejádok felé, hogy ez mit jelent és milyen hatással van ránk. Erről beszámolok a Facebook oldalamon. És ez volt a videóm. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!